A legjobbak között vannak Jim és Marianne Miller kutyaszárnyai. Még az alaszkai kutyaszámversenyek résztvevői közül is sokan választják azokat. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy a világ legjobb kutyaszánvezetői használják a termékeinket. Néhány évvel ezelőtt azonban majdnem elveszítették vállalkozásukat. Eladták boltjukat, és azt tervezték, hogy egy nagyobb létesítménybe költöznek. Mivel az üzlet dugába dőlt, arra kényszerültek, hogy egy régi garázsban nyissák meg az üzletet. A bolt egy bádogépület volt, amiben csak egy darab villanykört elógott, és még fűtés sem volt benne. Igazán nehéz idők voltak. Gondot okozott, hogy hogyan folytassuk a vállalkozásunkat. Majdnem odáig jutottunk, hogy teljesen fel kell hagynunk a termékeink eladásával. Kemény munka árán maradt meg a garázs, és a termékek is így kerültek vissza a piacra. Valahogyan mindig összejött, hogy ki tudtuk fizetni a számlákat, és meg tudtuk venni a vállalkozáshoz szükséges eszközöket, ami néha azzal járt, hogy magunktól vontuk meg a pénzt. A vállalkozás miatt muszáj volt. Körülbelül ebben az időszakban kezdtek el járni a helyi gyülekezetbe, ahol felismerték, hogy amíg évekig küszködtek, sosem hívták segítségül Istent. Nem fügtem Istentől a szükségeimet illetően. Akkor még nem tudtam, hogy bibliai alapokon hogyan vezessük a vállalkozásunkat. Nem tudtuk, hogy imádkoznunk kellene és segítséget kérni Istentől. Ha Istenhez fordultunk volna, sok fájdalomtól megkíméltük volna magunkat. Hallottak a tizedfizetés bibliai igazságáról is. Akkor még azt gondoltam, hogy ezt csak az Ószövetségben alkalmazták, ma már nem érvényes. Nem nagyon szenteltem erre figyelmet. Tehát fizetni kezdték a tizedet a gyülekezetükben. Elkezdtem megérteni azt az igazságot, hogy ha keveset adunk, Isten is keveset fog visszaadni, viszont ha többet adunk, akkor azt magasabb szinten fogja visszafizetni nekünk. A Szent Szellem mindkettőnket úgy vezetett, hogy adakozzunk. Ebben volt békességünk, és már vágytunk is rá. Végül is Jim és Marianne a CBN partnereivé váltak. Látjuk, hogy segítenek az embereken, és megosztják velük az evangéliumot, ami nagyon fontos. Világszerte a legnagyobb katasztrófáknál a CBN az első között ott van, hogy segítsen. Isten megadja nekik azt a képességet, hogy segíteni tudjanak, és én szeretnék a részesévé válni ennek. Amint a házas pár Istenre bízta az anyagi életét és az adományait, vállalkozásuk is erősebbé és stabilabbá vált. Arra a felfedezésre jutottunk, hogy ezen a földön semmi sem biztos. A mi biztonságunk egyedül csak Istenben van. Most már tudjuk, hogy inkább gondnokok vagyunk, semmint birtokosok. Mindenünk, amink van, az Istentől van. Ma már békességem és örömöm van. A kutyaszánok között a házaspár által készítettek váltak a legelfogadottabb márkává. A Disney is ezeket használta a Snow Dogs című filmjében. Ahogyan a Miller házaspár visszatekint vállalkozásuknak felemelkedésére, hiszik és tudják, hogy Isten mindvégig ott volt velük. Hálás vagyok a nehéz időszakért is, mert így ismerhettem meg Istent, azt, hogy ő értem munkálkodik, és minden tekintetben gondoskodik rólam. Isten minden szükségünket betölti, ő mindenben ott van, és most már tisztán látjuk ezt, de sokáig nem értettük, hogy így van. Isten beavatkozott az életünkbe. Nagyszerű belegondolni, hogy Isten még a legkisebb dolgokról is gondoskodik az életünkben. Egyszerűen fantasztikus.